Azért érdekes ez a párosítás, mert Zsukovszot még soha, Menzet meg idén nem láttuk még Európián. Igen, ellenben tavaly, amikor utoljára láttuk, szép játékot futatott a közönségnek. Közben találtam egy-két dolgot Zsukovszról, azt ne kérdezz meg, hogy hány éves, mert természetesen azt nem találtam meg. Ellenben azt látszik, hogy ő a PDC Nordic and Baltic Tournak folyamatos résztvevője. Idén már volt neki egy negyed döntője, méghozzá a legutóbbi Nordic Baltic Tour fordulón, Reykjavikban. Ide erre a versenyre úgy tudott eljutni a Nordic Baltic kvalifikációs rendszerből, hogy az első körben nem kellett inni, ott erőnyerő volt. A második körben Peter Hanszont győzte le 6-3-ra, utána a legjobb 16-ban Pavel Millert, őt láttuk már játszani, őt is 6-2 arányban le tudta győzni, majd utána jöttek a negyed döntők, ahol Johan Engströmöt 6-1 arányban múlta felül. Az elődöntőben Marco Cantelével játszott, és ott is 6-4 arányú győzelmet tudott aratni, és végül a döntőt is 6-4-es eredménnyel húzta be Jani Laurila ellen. Na kezdődjön akkor a mérkőzés, Miki Menzel jó voltából. Tavaly 4 European Tour állomáson vett részt, és hát nagyjából ez volt az időszak, amikor elkezdett venni. Akkor is az 5. forduló volt az első, ahol kvalifikálta magát, és aztán szépen sorban jött az összes többi, és akkor egyébként elszenvedett a legsúlyosabb vereséget, mert 6-0-ra kikapott Luke Woodhouse-tól, viszont a másik 3 állomáson mindegyiken nyert legalább egy mérkőzést, és hát azért a papírforma alapján most is ennek az egynek azért mindenféleképpen meg kellene lennie legalább. Igen. Ugye a Tourcard kvalifikációs versenyen 2 kellett játszani ahhoz, hogy ide bejusson. Az első körben Jimi Hendrix volt az ellenfele, 6-3 arányú győzelem, majd utána pedig German Vatimenát tudta legyőzni. 6-5 arányban mind a kétszer 90 fölötti átlagot teljesítve. Ez eddig egy elég erős legmenszeltől. 9 nyíl után 81-en áll. Én most gyorsan megnéztem Zsukovsznak a teljesítményét a kvalifikációs tornán. Hát 10-15 pont különbség biztos, hogy van a két játékos között. Jön a tripla 14, és a dupla 10 a végén. Az nem vissza volt egy picit. Csak a dobás. Még mindig van 6 nyíl arra a dupla 10-re Miki Menzelnek. Ott jó helyen van, csak rá kell tenni. Benne is van bizony. A harmadik nyíla volt jó a duplára. De egyelőre ez egy nagyon masszív játék. 14 nyílból megvan az első leg. Hát ezzel azért nehéz versenyezni. Pláne aki ilyen szinten rutintalan. 140. Zsukovsztól. Ott egy hónapja egy olyan Players Championship fordulója Menzelnek, amikor negyed döntős volt. 135. Ratajski győzte le a legjobb 8 között 6-5-re. Az volt az idei legjobb eredménye eddig bármilyen versenyt figyelembe véve. 79. Gyorsan megnéztem, hogy Zsukovsz idén indult csak selejtező tornákon, tehát European Tour selejtező tornákon. És ugye az első Nordic and Baltic Tour eredménye az 2022-ből származik, 140 közben. Ez például a 7. fordulója volt a Nordic Baltic Tournak 2022
Hát ezt most meg nem mondom, 12.08 és 13. Hogy itt most melyik a... Erről szerintem nem december 8-án. Nem biztos, augusztus 12-én volt ez a, az a verseny. Tehát azóta, azóta szerepel igazándiból a PDC mellékvágányon, úgymond. Messze voltak azok a duplák, pedig ez a legegyelőre. Igen, csak jól sikerült Zsukovsznak, itt folyamatosan jöttek a két triplás körök, 9 után már kiszállom volt. Messze viszont elviheti, hogyha dob most egy triplát itt, nem dob, úgyhogy nem lesz esélye. 76-nál tripla 20-at kéne dobni igazán. A 48 is jó bizony, ott 28. Na lássuk, tud-e közelebb dobni Zsukovsz. Leginkább meg tudja oldani azt a dupla 12-t. Dupla 6 akkor, hát ha az jobban megy. Igen. Az jobban megy. 1-1. De egy holnapi párosunk már megvan, mert ha az előbb tovább jutó Nick Kenny, majd Joe Cullennel fog játszani. A szombati nap folyamán kérte is egyébként itt a mérkőzés utáni interjúban a közönség támogatását a holnapi napra is. Egyébként meg is kérdezte tőle Filip, hogy miért a dupla 11-re maradt a végén, és azt mondta, hogy ő szereti a dupla 11-et, mert hogy ott rá vagy kényszerítve arra, hogy megold azt, hogy dupla 11. Teher alatt nő a pálma. Így van, ő ezt a hozzáállást képviseli. Úgyhogy meglátjuk, hogy Cullen ellen hogyan fog szerepelni. Ugye mondom, hogy aki tovább itt, az kivel fog játszani a holnapi nap folyamán. Dave Csisznál ellen, tehát a második kiemelt lesz az ellenfél. Nem tűnik egy egyszerű sorsolás. Hát nem. Nem egy gyors játékos egyikőjük sem. 85. Hát Zsukovsz, ha most nem nyer, akkor sokáig nem fogjuk látni, mert ideig elindult az összes kvalifikációs tornán, de ez az egy, ahova be tudta Valkát verekedni. Most tudja tartani az északír tempóját valamilyen szinten Zsukovsz. 90-nel, 40-re kerekít Menszel. Ki kell szállni. Lekerekített 120-ra, csak hát ezt nem lehet kiszállni most a legen, vagy a körön belül. 40 dupla ki, Mickey Menszel kezd. Dupla 10. Az előző legben is harmadjára volt meg a dupla. Most is van egy lehetőség még befejezni. És most is meg a harmadjára. 6-2 eddig a mutatója kiszállón Menszelnek. Mind a ketten hozzák eddig a kezdéseket. A mérkőzés előtt 4,3-es szorzója volt Dimitri Zsukovsznak. És 1,22 Mickey Menszel. Tehát nagyon nem ment. Nem kockáztatott a fogadóiroda.
Hát négy olyan játékos van, akinek a végső győzelmét 501-szeres szorzóval adják, tehát akik a legesélytelenebbek. Zsukov az egyik, nem meglepő módon a két osztrák selejtezős játékos, Heider és Nier van még ebben a négyesben benne, illetve Vitezlav Sedlák is. 180! Utánuk jön szépen sorban Owen Rulofs, Mickey Menzel és Nick Kenny. És közülük már Nick Kenny ugye tovább jutott, valamint a Menzel Zsukovs duó közül az egyikük szintén tovább fog jutni, úgyhogy legalább majd szombati napon láthatjuk őket. Menzel ezt is megoldja, ráadásul nem is akárhogy, 11 nyilas leggel lebrékeli az ellenfelét. Ezzel fel is ugrik az átlag a 102-re. Hát igen, itt látszik az a, az a minimum 15 pont különbség, ami, amit előre mutatott a korábbi teljesítményük. Ez csak 60. Egy tripla ott van, a második alatta kell még egy, hogy utolér az ellenfelét, nincsen 100 pont, csak az a dobás. Most eltűntek messze a tripláim. Zsukovnak se jön semmi. Úgy megvan az a 40 pont különbség. Van pont. Viszont nagyon szektorbiztos Mickey Menzel. Fél siker. Kell még egy, és akkor kiszálló, nincs kiszálló, Zsukovs. A Menzelnek most jön a tripla, jön még egy, ez így már azért kezd egészen jó lenni, figyelni kell a kerekítésre. És a tripla héttel majd hagy magának 40-et, ezt azért igen, csak jól csinálta. A 16. nyíllal meg is lehet ez a leg is. Akkor a 17-kel. Megint csak rá kell helyezni. Benne is van. Ugyanúgy megcsinálta, mint az előbbi dupla tízes kiszállóját Mickey Menzel. Ez is 95, lemásolták egymás dobásait. Jó étvágyat. Továbbra is megmarad az a masszív különbség. Ez egészen addig így lesz, ameddig Zsukov nem kezd valami űrdárcot játszani, de hát arra azért viszonylag nagy a szorzó. Nem nagyon tud többet, tehát itt végig lehetett nézni, itt a, amit a selejtezőn játszott. Triplamentes Zsukovsztól is. Szektorhiba.
triplával szépen korrigál, úgyhogy hátsó pályán azért lesz egy kicsi előnye, még így is, hogy ez tripla egy lett a végén. Szóval itt van 82-33, 81-39, 89-10, 87-33 és 85-68. Ilyen legeket dobott a selejtező tornán Zsukovsz. Messze jöhet már kiszállóra négy kör után. Igen, viszont ami szép, hogy színpadik teljes körülmények között is viszonylag tudja hozni ezt a teljesítményt. Megvan a tripla a 140-hez. Kell még egy? Nincsen, akkor már csak még egy 20-as kell. És maradt a 40. 148-ra. Zsukovsz. Tripla 20-at dob, úgy van. 68-nál kell még egy tripla 20. 48 maradt. Dupla 10. Most elsőre megvan a dupla 10. 5-1. Ennek a mérkőzésnek így nagyon hamar vége lehet. Igen. Attól függetlenül nem dobnak gyorsan, de hát, ha nagy a különbség, akkor azért mégiscsak kijön az a gyors meccs. Egy tripla. Azért ez a 95-ös átlag így péntek délután teljesen rendben van Menszeltől. Igen. Azért nyilván ő is tisztában van vele, hogy a itteni mérkőzéseken azért ez a 95 az esetek legnagyobb többségében jó szokott lenni. Nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki 95-ös átlaggal egy pénteki napon ne nyerje a mérkőzést a European Touron. Hát az olyan mérkőzésnek kell összeállnia, hogy szükség legyen a 100-as átlagra. Igen, azért összejönnek, nyilván itt is jó párosítások, azok a péntek esti etapban szoktak megtörténni. Azért a mai este folyamán is az a 140 Dolem Van Barneveld meccs nagyon jónak tűnik. Majd kíváncsi vagyok, hogy Van Barneveldnek hogy ment a tegnapi ünneplés, mennyire van ennek meg a hatása. Tegnap volt a szülinapja Barneynak. Igen, 56-ról már ki tud szállni, az biztos. Na, jön egy 100-as, úgyhogy még akár lehet szansa Zsukovsznak egy legre, de hát Menszel a 106-ot megoldhatja, és akkor nincs miről beszélni. De nem oldja meg. Fogja. 68-nál jár. Megpróbálta a tripla 16-ot, nem sikerült, 52 maradt. Hát 114 nem kiszáll, és 5-ös a második, nagyon elkapkodta ezt a két nyilat. Sokkal gyorsabban dobta el ezt a két nyilat, mint ideig bármelyiket. Két meccsnyira lehet Menszelnek, hogyha nem ront szektort. Már pedig nem ront. Első meccsnyíl. Jöhet a második. És az benne van. Ott egyre győz Miki Menszel. Hát ez egy nagyon sima játék volt tőle, és ha mondanám, hogy megtette azt, amit kötelező és
nem igazán tett bele nagyobb energiákat, de ez nem teljesen igaz, mert ezért ez a bőven 90 pluszos átlag, ez egy jó teljesítmény volt, erre lehet alapozni akár még holnap is. Nyilván azért Csizé az egy más szint, de az, hogy itt péntek délután tudott egy 90 pluszos átlaggal nyerni, az tényleg egy jó alap, arra lehet építkezni holnap is. Két tovább jutunk, tehát megvan, hamarosan pedig jön egy újabb mérkőzésünk, egészen konkrétan egy... Ove Rolofs és Krisztof Ratajszki főszereplésében. Így van, egy holland-lengyel meccs, ezzel várjuk Önöket.